Köszöntöm nézőnket, Gulyás Zsolt plébános úrral, a György Fisván Katolikus Általános Iskola Szent Erzsébet óvodája előtt beszélgetünk, még jelképesen egy kicsit, hiszen mögöttünk még javában zajlanak a építkezések, de meséljünk egy picit erről az óvodáról. A magyar kormány és a magyar egyház között jött egy megállapodás, ami óvodafejlesztésekről szólt, és az Egri Egyházmegyében az érsek úr nagyon is az ügy mellé állt, és már az első körben benne voltunk abban az érsek úrnak a gondolatában, hogy itt Karcagon is legyen egy egyházi óvoda, ami a György István Katolikus Általános Iskolához fog tartozni, tehát annak lesz a tag óvodája. És hát egy pár évvel ezelőtt kezdődött el, 2017 körül kezdődött el már a szervezkedés, a telekvásárlás és hát az ezzel járó munkálatok, tervezés, és hát bízunk benne, hogy most már az utolsó szakaszban vagyunk. És hát örülünk annak, hogy ez együtt az iskolánk bővül, illetve erősödik is az, hogy lesz egy alsó része, ahogyan gyakran mondjuk, hogy az iskolának lesz egy kis testvére. Úgyhogy nagy örömmel és várakozással vagyunk, illetve válunk majd az elé, hogy az óvoda majd elkezdje a működését. Itt előttünk a felújított épület van, és mögötte pedig teljesen az új épület, ami egyébként, amikor a telleket láttuk, egy kereszthez hasonlított. Hát én a kereszt, mi volt ott, hogy nem vettem észre. A lényeg az, hogy az eredeti főépület az megmaradt, tehát hogy mindenféleképpen, amit a karcagiak megszoktak, ez egy régebbi épület. Több funkciója volt már ennek az épületnek korábban, de ezt eleve az egyházmegye így is szerette volna, hogy ez megmaradjon, amelyben főként irodák lesznek, illetve az alsó részen pedig a konyhai, a melegítő konyha lesz kialakítva. A főépülethez kialakított új épület a négy csoportszoba és a tornaterem, amelyet a gyerekek fognak majd használni, és hát az egész óvoda a 21. század, illetve a törvény előírásoknak megfelelően épül és készül el. Ez mindannyiunk számára örömet is jelent, nem csak a terven, hanem bízunk benne a valóságban is, majd azt a szépséget fogja tükrözni, ami már ezeknek az előírásoknak megfelel. Mit kell tudnunk arról, hogy mikor várható az indulás, hiszen azért itt most nagyon-nagyon dolgoznak, tehát aki itt jár erre, szinte naponta láthatja, hogy mi minden történik. Igen, vannak vágyaink, örülnénk, hogyha minél hamarabb, akár a vágyaink szerint akár szeptember 1-jével indulhatna az óvoda, de akkor fog, amikor minden hatósági engedély meg lesz, és engedélyt adnak, hogy indulhat az óvoda. Tehát nyilván ez egyfajta bizonytalanságot is jelent. Úgy tudom, hogy tavasszal már volt egy ilyen szándéknyilatkozat bekérés, tehát azért már vannak olyanok, akik biztosan ide szeretnék hozni gyermeküket. Igen, vannak, de hát nyilván ez az, hogy még valaki a szándékát kinyilvánítja, az még nem jelent az, hogy ebbe az óvodába beiratkozott, hiszen még ez az óvoda nem létezik, majd csak akkor, amikor meg lesznek az engedélyek, és felnyílik a sorompó, hogy akkor most már lehet, és amikor majd beiratják a gyermekeket, akkor lesznek ennek az óvodának a tagjai. Hát persze gyűjtjük, igen, a tavasszal, de hát ez is viszonylag későn, áprilisban kezdtük el ezt hírelni. Nyilván azt gondolom, hogy a szülők is gondolkodnak, megfontolják, hogy igazán jól döntsenek, és addig még ez a bizonytalanság fönnáll, addig talán a szülőkben is van egy ilyen kétkedés. De nyilván mi is türelemmel vagyunk, de akik érdeklődnek és majd szeretnék, hogyha ennek a óvodának így a részvevői lennék és élveznék ennek minden szépségét és újságát, azokat várjuk.